Bár a szél erősebben érződött a Balatonparton, mint a városban, ez nem tartotta vissza a hétvégén a kirándulókat. A teljesen frontmentes napokon 21-24 fokig is emelkedett a hőmérséklet. Sokan vágytak a szabadba egy alapos túrázásra, hogy utána megpihenjenek a tópartján. Budapestről érkeztem, gyönyörű a Balaton, és hát meg vagyok lepődve, hogy ősszel is milyen gyönyörű itt. A ragyogó napsütés kicsalta az embereket a vízhez, üldögéltek a padokon, élvezve a meleget. A szigeten egy jó kávé mellett jól esett a beszélgetés és a napfürdőzés is, de a horgászok is élvezték a jó időt, igaz, nem csak a napsütésnek örültek. Ez az alegerszegi férfi két szép pontyot is fogott a hullámzó Balatonban. Ennél nagyobb szélbe is fogtam, és csendes vízben meg egyáltalán nem. A fene tudja, most ez kedvez a halaknak, úgy ítéltem meg, mert különben nem fogtam volna. Kora délutánra már sokan töltötték az ebéd utáni időt a parton. Családok érkeztek, hogy a szép őszi időben még élvezhessék a Balatont. Zalaegerszegről jöttünk, és jöttünk hattyúkat etetni, mert a gyerekeknek nagyon tetszik ez a program, és mivel jó volt az idő, úgy gondoltunk, hogy lejövünk. A turista csoportok tagja is élvezettel fotózkodtak a jó időben, megörökítették keszthelyi kirándulásukat. Nagyon szép a Balaton, és érdekes a város is, egyszerűen gyönyörű. Nem először érkeztünk ide, de mindig élvezzük minden pillanatát, történetét és szépségét, mondta az Oroszországból érkezett Tatjana Ugriek. Még a téli borongós hideg előtt sokan kiszerették volna használni a kiránduló időt. Gyönyörű, szép, és én szerelmese vagyok Balatonnak, és mindig sok-sok vendéget hozok ide. Izraelből, Oroszországból jövünk, és gyönyörködünk, meg sétahajókázunk ilyen szép időben. Kár, hogy már vége van a szezonnak, és téle előtt vagyunk. Bízunk abban, hogy még sokáig nem kell felvenni a téli kabátot, lehet a szabadban tölteni a szabadidőt. A hét elején még nyárias idő, hétvégén pedig biztosan jó idő lesz, ugyanis 17-20 fok közötti hőmérséklet várható.